Na most ez a Covid, ez hatott az emberi elmére is. Nem viccelek, fölhívott egy fickó, mutatom a mondatot. Így kezdődött. Jó napot kívánok, aranyosi úr. Eltetszik-e vállalni, többet nem mondhatok. Mondom, mit? Nem mondhat többet, mert titkos projekt. Mondom, mégis valamivel többet ő nem mondhat. Hát mondom, ha titkos, akkor mondom 500 ezer forint, de én mondhatok többet is, bazd meg. Csak ilyen, ez a mindennapok. Azért mondom, ez a mindennapok. Ugye vicceskedtem vele, a fiam elkapta, Tomika, amikor el kellett menni iskolába, a kisebbik elkapta, a hatodikos elkapta a Covidot, 36-2 volt a láza, és folyamatosan éhes volt. És mondtam neki, hogy ez az etióp variáns kisfiam, ez szinte biztos. Kérdeztem tőle, mi az utolsó kívánsága. Azt mondta, hogy még egy kis szarvast kolbászta tudnék hozni. Az a szarvas kolbász, aminek 10200, 10400, 10600, most 10800 a kilója, beteszed a hűtőszekrénybe, így tartod az ajtót, és belülről megeszi valaki. Na az, az a szarvas kolbász. Na mindegy. Etióp variáns. Én elkaptam egy novemberben, tavaly, november végén. Még este fölléptem Dunántúlon, nagyon magas ember és művészi színvonalon. Mindegy. Hazamentem, reggel olyan rosszul keltem, olyan rosszul voltam, nem bírtam az ágyból kikelni. Fölhívom a doktor Szlávikot, nekünk szinte ő házi orvosunk, nagyon régen ismerjük. Nem, hát azért mindegy, meg van az, a Covid celeb, aki tulajdonképpen a Szent László kórház udvaráról nem mozdult el hónapokon keresztül. Így átbaznek, ott testál beszél nekik, fordult egyet, itt testál beszél nekik, pakoljatok, ott testál beszél nekik, ti is pakoltok. És így, tehát a csávó így forgott körbe-körbe. Na hozzá bemen, telefonálok, hogy hát elég szarul vagyok, lázam is van, mi a helyzet. Menjek be hozzá a Szent László kórházba. Hölgy ott vár engem. Nem tudom, másokan azt mondják, hogy az orrodba nyúlnak bele ezzel a... Nekem nem oda nyúltak. Nekem ide a szemem mögé így. Azóta a jobb szememre a csekettőt átállította. Azóta olyan zsizsikesen jön. Nem tudom másképpen mondani. A jobb szememen az élességet elkurta a nő. Ahogy beletette a folyadékba, az mondja, maga covidos, a fasza. Na, Szlávik dokitól már rögtön kaptam egy ilyen fariviri, farivi, faparipa, azt a faparipa gyógyszert. Azt mondta, hogy ma 2x8 szemet, tehát 16 szem gyógyszert vegyek be. 16. Reggel olyat húgyoztam, hogy ahhoz képest a borsodi vegyi kombinát, a san előtt. Így kell elképzelni. Azzal a pisivel afrikai falvakat lehetett volna megmenteni. Bármitől, bármitől, amiben az fel volt ódódva abban, mindenben. De 6 napig lázas, egyre szarabb lettem, és kaptam, vagy mondta, hogy vegyek ilyen oxigénmérőt az ujjamra. Na most az 6. nap 89%-ot mutatott, és annyit mondott a Szlávik doki, akkor be kéne hozzá menni. Nagy szeretettel a Szent László kórházba, egy 3 napi hideg élelemmel. Vagy ki tudja. Jesszelek be. Hát már akkor azért így 38-5-tel úgy nem pöröksz, tehát ezzel legyünk tisztába. CT, kiderült, hogy a tüdőm 25%-a kampobasszó, namon fasza. Azt mondja a doki, hogy hát a 112-es szobába akkor várnak nagy szeretettel az első emeleten a hölgyek. Fasza. Megyek föl a lépcsőn, én olyan 96 évese öregettem, így mentem föl. Így mentem föl. Áll a lépcső tetején, azt mondja, hát volt lift is. Mondom, miért nem mondtad? Kíváncsi voltam még, mit bírsz. Mondtam neki, ennyit meg, ennyit. Na be a 112-es szobába, rögtön jött a nővér, ilyen branült, beszúrt nekem ilyen befolyót. Jött a másik nővér, az hozott egy ilyen fél literes, vagy nem tudom, 25 decis, vagy 20, mindegy ilyen infúziót. Azt mondja, aranyosi úr, ezt az infúziót az Ebola vírus ellen fejlesztették ki, nagyon drága.
Mondom neki, 24 éves korom óta fizettem a TB-t. Még nem voltam beteg, ki van fizetve, b***z meg. Amit más nem csöpögne neki, tegye be oda abba a szekrénybe, a táskámba, azt ha túlélem, elviszem Borsodba, azt megisszuk a haverokkal, b***z meg. Ki van fizetve? Na most jönnek a hülye üzenetek, hogy azt kell képzelni, bombázók vannak. Na most mondom, már a ápolónők. Na most mondom, hogy néznek ki. Négy réteg ruha, két maszk, meg egy ilyen pazs. Na most azt képzeld el, amikor a Michelin baba bejön, ez a... Michelle White, ez Michelle White, ez Michelle White. Nem tud elképzelni, hogy Michelle White. Nagyon, pedig volt fantáziám, nem sikerült. Na most, drága Hofi Géza mondta, hogy a gyenge ember a kórházban éjjel hal, mert akkor voltak ezek az uzsannahúsok gyerekkorunkban, ez a konzerv, ami kézigránát alakú konzerv, az, ha nem volt hozzá a gyalogsági ásód, nem tudtad kinyitni. Na most ezt továbbfejlesztették, már nincs ilyen vasgeci, hanem helyette van öddek a parizel, zsugor nejlomba leszívva, de úgy, hogy... Hogy az ujjaddal érzed, tudod a lépcsőt így a parizelbe, mind a három, így, így. Csak, ha nincs nálad szike, nem tudod felvágni. Az asszony meg beküldött egy kis villával, egy kanállal, meg egy ilyen joghurtos kanállal, hogy oldjam meg az életemet. Halált sziki, na halált sziki. Szóval olyan furcsa a világ, hogy ugye én a negyedik nap kezdtem jobban lenni ettől a szaftól, hát annyi gyógyszert kaptam, hogy olyan bamba voltam, mint Hajdú Balázs bármikor. Tehát... Kell egy ház, valazónca... Hát ilyen állapotban voltam. Negyedik nap jobb, negyedik nap. Onnan tudod, hogy jobban vagy, hogy már zavar az ágy. Amikor már úgy érzed kényelmetlen, mert amikor fuldokolsz oxigénmaszkba, hát anyját, hogy... Csak fújjon a szél, b***nek, az fújjon a szél. A negyedik nap már úgy kezdtem jobban lenni, hatodik nap után elengedett doktor Szlávik, mondom, hívom rögtön, két telefonhívást engedtem el, mai napig se tudom, hogy miért. Az egyiket meg tudom magyarázni, a feleségemet hívtam. Mondom, Krisztike, képzeld el, hazaengednek, töltik ki a papírt, mondom, és megyek haza. Jaj, de jó, jaj! És zavart el a faszit, aki azóta oda költözött. A másik telefonhívást, azt nem tudom, hogy miért. Kit hívtam? Az anyósomat. Na ez már szövődmény. Ez a leg... Ezt már nem tudom megmagyarázni. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Nem az anyámat, az anyósomat hívom. Mondom, Erzske, képzeld el. Kiengednek innen a paplan ravatalról. Szerintem túl fogom élni. Figyeld erre az első szót. Nem azt mondta, hogy örülök. Nem azt mondta, hogy hála jó Istennek. Figyeld az első szót, figyelj. Te pénzes papír! Ilyenkor van, hogy így visszafordulsz. Lemész a proszektórára, azt a hűtőbe befekszel, meg azt nem kell ebbe az életbe többet. Szóval rettenetes. Köszönöm szépen.